Álom okus. De édes vagy. Annak, hogy idegire ültem Miami-ba, és elkezdtem mondani én persze, hogy felveszem akkor naponta a dolgok történését. Ez a hurikánnak az utócsengése, ami még mindig itt van, és belőle a szél ezerrel, és azt jelenti, hogy be kell szereznem sürgősen egy mikrofon. Elmúlt néhány napban tényleg hatalmas esőzések voltak, meg viharok, de mindez mellett ilyen 30-32-35 fok van, teljesen sem hogy esik, hanem mintha mondjuk beállnál a zuhany alá, és így rád van az egész víz. És a másik dolog, ami miatt igazából eltelt ez a hét, pedig az volt, hogy nagyon sok dologhoz hozzá kellett szoknom, nagyon fura. Tényleg, hogy itt vagyok, és az ember még mindig viszi el egyszerűen, hogy ilyen nap fel kell. Ja, úgyhogy szerintem még itt sétálgatok egy pár órát a parton, homokban, aztán eszek. Szóval nagyon sok dolgot meg kellett szoknom, és talán a legnehezebb, vagy ami nekem legnehezebben ment, az az alvás dolog. Nekem ugye otthon sem nagyon szokott menni ez, hogy időben lefeküdjön az ember, meg hogy eleget aludjon. Nem, hogy itt, ugye mondtam, mínusz 6 órával vagyunk visszafele, ami azt jelenti, hogy ha itt most 10 óra van, akkor otthon valószínűleg délután 4. Eléggé problémás, amikor az ember már olyan elfárad a délután közepén, mondjuk olyan 4-6 órakor, és nem tudja, hogy mi a franc történik, hogy kint tök világos van, viszont ő nagyon durván fáradt, és mondjuk lefekszik 9-kor, és fel kell hajnani 4-5-kor, 6-kor. Úgyhogy közben felébredt minden este 2-szer vagy 3-szor. Úgyhogy talán az egyik legnehezebb probléma nekem az ez volt, viszont amik még itt vannak, visszament közben az Igor, és egyedül vagyok itt, ki kellett alakítanom magamnak egy ilyen napi rutint. Az egyik ilyen például, hogy eljárunk edzeni. Az utóbbi időben ugye nagyon... közben jött sok dolog, és alig volt időm igazából lejárni. Tehát voltak itt azért fura dolgok még, például a forgalom vagy a vezetés. Ja, és akkor jövünk edzeni. Azt mondja, ott a konditerem. Bár a kamerát azt most nem fogom magammal bevinni. Nagyon rendesek benne az emberek, tehát mindenféle nemzetiségi van itt, főleg spanyol, mexikói, Puerto Rico, fekete, fehér, minden hülyeség. Olyan rendes volt, például olasz volt az egyik csaj, aki itt dolgozik, és adott nekem két ilyen ajándéktörölköző. Úgyhogy rohadt jól bánnak az emberrel, nagyon rendesek, és főleg, hogy tudják, hogy te európai vagy, akkor meg... imádnak. Nagyon durva volt az edzés. Úgyhogy ne csak a kocsiba legyünk, minden jó edzés után jó egy jó zuhany vagy egy fürdés. Irány le az óceán partjára. Rohadt jó az idő, de gondolom izomra fúj a szél. Úgyhogy ezt elvisszük inkább. Ugye lerakom, akkor talán picit szélárnyékba lesz a dolog, és akkor el tudom mondani, amit már annyira el szeretnék mondani. Tehát, hogy itt vagyok Floridában, Hollywood. Nem tudom, kinek ez mit mond, nekem semmit nem mondott, én azt hittem Hollywood az csak Los Angelesben van. Úgyhogy ez már egy tök jó utalás arra, hogy valami közöm lesz a filmes dolgokhoz. Miami-nak mondhatjuk az egészet, mert olyan, mint Pest, tehát egy hatalmas város, és vannak ilyen kisebb város részek benne, mint például ez a Hollywood rész is. Pár százezren lehetnek itt, de magában az egész városba 5 millióan. Tehát már annyira egybe van itt épülve végig az egész keleti part, hogy 5 millióan. Tök vicces, mert ugye nemrég beszéltem arról, hogy hú, végre Pestre költöztem, és hogy azt a mekkora város, mennyire az volt az álmom, és hogy milyen tökre, hogy végre teljesült. És rá körülbelül egy vagy két hétre, nem is tudom pontosan, jött ez a hülyeség. És most itt vagyok. Most egy újabb álmom teljesült, és semmiből egyszerűen el sem tudom hinni. És egyikről még Zalaegerszegen vagyunk, vagy Győrbe, aztán Pestre, aztán itt kint.
Úgyhogy aközött, hogy megcsináltam azt, hogy Budapestre költöztem, meg hogy itt vagyok, körülbelül tényleg két vagy másfél hét telt el, úgyhogy hivatalosan Pesten másfél hetet éltem. Ez abból a szempontból, hogy mindig ott akartam, nem valami jó, abból a szempontból meg, hogy ott említettem, de jó lenne majd egy picit feljebb ugrani, akár Amerika, vagy valami nagyobb városba, tök komolytalanul, és hogy most meg sikerült. Nem, egyszerűen nem tudom felfogni azt, hogy itt van az óceán, nagyon sok helyen voltunk, tengeren, most is nyáron az, hogy külön Horvátba, Olaszba, Dániába egy csomó tengerpartot lát az ember, de ez nem fogható egyszerűen. Tehát ami itt van Amerikában, nem bírom felfogni egyszerűen. Hiába vagyok itt, és hiába kézzelfogható minden, nem tudom feldolgozni. A vicces dolog meg tényleg az, hogy ugye az ember Zalaegerszeg, kisváros, pestieknek kb. Falu. 50 ezeren, kevesebb mint 50 ezeren élnek ott, és ott nő fel az ember, és persze mindig gondolkodik, hogy hú, de jó lenne valami jobb, vagy majd de jó lesz valami jobb. Aztán soha nem történik semmi, vagy nem is gondol semmit komolyan az ember. És hogy kipattant belőle tényleg Budapest, azért az már majdnem 2 millió ember, és én imádom, amikor van pörgés, meg megy az élet, és hogy nem semmi, és itt 5 millió. Tehát Miami-nak a downtown, a belváros része az kb. 500 ezer, tehát az már 10-szer akkora, mint Zalaegerszeg. De ha az egészet nézzük, 5 millió. 100 Zalaegerszeg beleférne ebbe a városba, és egyszerűen nem bírom feldolgozni, hogy a francba kerültem ide. És igen, elkezdtem mesélni, hogy egy csomó dolgot ugye meg kellett szokni, mert hát Amerika, és az ember ezt látja a filmekben, mindenhol, és azt mondja, hogy ez hihetetlen, ilyen Magyarországon úgy sincsen, ez nem is létezik, kitalálták, ez csak Amerika. És nem, itt komolyan azok vannak, tehát itt tényleg az van, nem hülyeség. És az óceán, nem tudom feldolgozni, azt, hogy elnéz az ember a végtelenségbe, hogy állandó forróság van. A víz forró, fúj a szél izomból, de meleg van egyszerűen. És ami nagyon tetszik Amerikában, de tényleg, hogy mindent nagyba csinálnak. Mutogattam már felhőkarcolókat, vagy a tengerparti házak, de beszarás egyszerűen, hogy hatalmasak. 3 meg 4 garázsos, ott áll a jakta hátsó kertbe. Minden nagy. Az autók, mondtam, 3000 alatt nincsen autó, tehát amit Magyarországon lát az ember, hogy 3000-es, vagy 4000-es Audi, meg egy BMW, az itt nincsen, olyan, mint itt a Suzuki, tehát hogy nincsen, olyan pici a Ford, a Chevrolet, a Jeep, a Toyota, nem tudom micsoda, 5 meg 6000-es motorok vannak, és nincsen az, hogy mindenki nagyképű, hogy hú, nekem van a nagyobb autóm, elmegy egy Lamborghini után, elmegy egy Mustang után, sorba mennek a csodálatos autók, és csak így nézek, hogy mi a franc, és senki nem az van, hogy hú, nagyképű, mert hogy nekem jobb kocsim van, mert mindenkinek rohadt jó kocsija van. És hogy miért engedhetik meg magunknak az emberek, ugye egyrészt, mert hogy többet keresnek. És akkor jön az, hogy ó, persze, ha többet keresnek, akkor így drágon megélhetés. Ezt annyian mondják, hogy akár külföldön, ott Európán belül, vagy itt Amerikában, persze, többet keresnek, de drágon megélhetés. És nem. És most már nagyjából eltelt ez az egy hét, kezdek hozzászokni az itteni dolgokhoz, meg az árakhoz is. Kiszámoltam, a benzinnek, ugye dízelt nem használnak azok, csak a traktorok meg a kamionok. A benzinnek a literje körülbelül 150 forint. Tehát úgy veszik, mint a cukrot. És igen, lehet mondani, hogy ó, oké, hát a benzin itt biztos sok van belőle, és akkor hogy azért adják olcsóbban. De nem, egy csomó dolgot, tehát bemész a boltba, ruhákat, műszaki dolgokat, egyszerűen beszarás, egy csomó dolgot fél áron adnak körülbelül. De ha csak olyan üdítőket nézünk, otthon van, és ilyen... Bro, can't stay there. I can't. Elüldözött a vízi mentővel, túl hangos voltam, vagy valami ilyesmi. Komplett dinoszauruszok vannak itt. A következő dolog történt, hogy eljöttem a partról még délelőtt, mert nagyon durván fújt a szél, és egyáltalán nem tudtam beszélni semmit. A másik dolog meg ugye az volt, hogy ebből kifolyólag hatalmas hullámok voltak, és ott fürdeni sem akartam. De közben nagyjából elment az egész nap, de befejezem, amit akarok, és még hozzá van egy jó ötletem, hogy hol. Hello, mókus. De édes vagy. Valahol ott tartottam a témánál, az üdítőkről, vagy nem is tudom mikről, az árakról beszéltem, a lényeg. Nem akarom azt mondani, hogy itt minden olcsóbb, mert nem így van nyilván, ez egy drágább ország. De egy csomó dolog sokkal olcsóbb. Egy 3 literes flakon, mármint amiben üdítő van itt,
az otthon ugyanazon az áron körülbelül csak egy vagy másfél literes. Tehát nagyon sok dolog van, ami iszonyat, hogy milyen olcsó. És jó persze, itt ugye én csirkemellek, azok ilyen 2-3 ezer forintok, szóval valami meg iszonyat drága. De ha belegondol az ember, hogy az képest, hogy itt mennyivel többet, tehát 4-5-ször annyit keresnek az emberek, mint otthon, és egy csomó dolog mégis olcsóbb itt, nem tudom, azért fura egy picit. Jó, nyilván itt is van szegénység. Miért ilyen részeg ez a kamera? Meg vannak csórók, meg csövesek, de még azok is egy csomó Ralph Lauren-es pólóba járnak, meg ilyen dobozos ételt kajálnak az útszélén. És igazából az utolsó dolog pedig, hogy most itt vagyok Floridán belül, és nem tudom, hogy meddig, de megpróbálok itt minél több helyre eljutni, vagy minél több helyet megmutatni, akár itt városon, vagy az államon belül, hogy milyen Amerika egyáltalán, vagy hogyha lesz rá lehetőség, akkor másik államba is, vagy másik nagyobb városba is átrepülni. Másik dolog pedig, hogy kb. Minden nap hálámat fejezem ki azért, hogy itt vagyok, vagy itt lehetek, és hogy nem tudom, ez most a videókban mennyire fog, vagy most eddig mennyire jött vissza, de hogy nem akarom azt, hogy annak tűnjön, hogy hú, az embernek ilyen tök szuper élete van, és akkor azt nézze mindenki, hogy milyen király, hanem igenis, hogy megbecsülöm, és próbálom tényleg a legjobbat kihozni, akár a napokból, a hetekből, a napi rutinomból, abból, hogy én most ide kijutottam, és ebből a lehető többet átadni, vagy nem tudom, valakiket motiválni, ösztönözni arra, hogy megcsinálják bizonyos dolgokat, nem tudom. Azért edzettem már a héten is, meg ma is, az ember el van szokva, úgyhogy ilyenkor jönnek a fájdalmai, meg az izomlázai. A medence vagy éppen az óceánpart, nem tudom, hogy jót tesz az edzésnek, vagy ilyenkor, hogy rámozgat az ember, de imádok úszni, tehát tényleg az lételem a víz, úgyhogy csapadjunk. Jó, hát a tenger az picit melegebb.